Köszöntöm Önöket! Holnap április 22-én van a Föld napja. Ebből az alkalomból mai műsorunkban megvizsgáljuk, hogy mennyire visszük túlzásba a bolygónk erőforrásainak kiaknázását, és ezzel együtt mennyire lehetetlenítjük el különböző gazdasági érdekek mentén a Föld, növény és állatvilágának a létét. Ellátogatunk a Föld napja alkalmából szervezett hangyasuliba, mozizom rovatunkban pedig az alkalomhoz illően környezetvédelmi témájú filmeket ajánlunk majd a figyelmükbe. De beszélni fogunk mindemellett a jövő héten rendezendő Sepsiszentgyörgyi napokról is. Érdekes témákkal készültünk, ne szalasszák el! A Föld napja alkalmából április 22-én minden évben világszerte különböző rendezvényekkel hívják fel a figyelmet bolygónk természeti környezetének védelmére. Az ötlet még 1969-ben az UNESCO San Franciscó-i konferenciáján merült fel, első ízben 1970-ben rendezték meg. 1990 óta minden évben jelentés készül a Föld környezeti állapotáról, amelynek alapján figyelemmel követhető a helyzet súlyosbodásának üteme. De meddig aknázhatjuk ki még a bolygónkat? Mikor jön el az a pont, amikor az emberi tevékenység végérvényesen ellehetetleníti a növény és állatvilágot, amikor meggyőződhetünk arról, hogy a pénz nem ehető, nem iható, nem belélegezhető. Mindenről Markó Bálint biológussal és Sie Lóránt geológussal beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntelek benneteket a műsorban. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a nézőket. Jó estét mindenkinek, sziasztok. Az emberi tevékenységek okozta környezetszennyezésnek és a természeti kincsek folyamatos kiaknázásának következményeiről már nagyon sok és eltérő tartalmú forgatókönyv napvilágot látott. Biológusként és geológusként hogyan értékelitek a jelenlegi helyzetet? Mennyire beteg jelenleg a Föld? Mennyire beteg, azt millió egy jelentés, ugye szoktak ilyent, hogy egy év alatt, hogy hol tartunk most az egy év, a fogyasztásban például, hogy melyik az az évnek az a napja, amikor az egy évre való mérhető fogyasztást elértük, és hát mindig ez a nap, ez egyre közelebb van ugye január 1-jéhez, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag már az unokáink vagy a gyerekeink számlájára fogyasztunk, és hát ennek akkor nyilván valahol lecsapódik szennyeződésként is ez a fogyasztás, mert a fogyasztásnak egy része nyilván az, hogy repülővel ide-oda repkedünk, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, de hogy minden termelésnek valahol van egy szennyeződési értéke. Nyilván ezt nehéz kvantifikálni, tehát nincs egy szám, hogy most, nem tudom, az 1-100-as skálán akkor most éppen 99, de hogyha csak ugye az emberi hatásokat nézzük, mindenki körbenéz a környezetébe, csak a kis városa vagy faluja körül, akkor azt azért láthatja, hogy ezek a hatások azok egyre csak nagyobbak és nagyobbak és nagyobbak. Úgyhogy egy szóval, vagy nagyon röviden, vagy frappánsan, nagyon. Bálint? Hát én úgy gondolom, hogy nyilván itt sok tényező játszik közre, és nem olyan egyszerű ezeket szétfésülni. Az biztos, hogy amikor körülnézünk, akkor sok mindenre némiképp választ kapunk. Az egyik, amit mondjuk az, hogy ön szembeüt tűnő az a technológiai, gyors technológiai váltások, nyilván felhalmozódó például hulladék, illetve arra való igény, hogy ezeket a hulladékokat feldolgozzuk. Az is biztos, hogy mi most, nekünk most számláznak le, nyújtanak be számlákat előző generációk is többek között emiatt, és mi a magunk során kreáljuk meg azokat a problémákat, amivel majd talán 10 év múlva a saját gyerekeink fognak majd, vagy 20, vagy 30, 40 év múlva szembesülni. Én úgy fogalmaznék, hogy tudatosabban kellene több szegmensén is a tevékenységünknek kicsikét, mondjuk azt, hogy tervezni, és akkor talán jobb helyzetben lenne ez a bolygó. Most az, hogy betegebb vagy nem betegebb, nyilván a helyzet az súlyosbodik, tehát nem egyszerűsödik, nem lesz szebb. Kérdés csak az, hogy mit lehet tenni azért, hogy mondjuk a jövő az egy picit talán szebb legyen. Melyek azok az emberi tevékenységek, amelyek a leginkább leterhelik bolygónkat, illetve Földünk élővilágát?
Azt hiszem, erre nem egyszerű válaszolni, most én fogom ezt magamhoz ragadni, majd aztán jön Lóri, és akkor elmondja nyilván geológus szempontból. Azért nem egyszerű válaszolni, mert hogyha én mondjuk vízparton élek, tengerparton, akkor azt fogom mondani biológusként, hogy a halászat például egy iszonyatos probléma, mert hogy gyakorlatilag olyan erőforrásoknak a felszámolásáról van szó, illetve ugyanakkor szennyezésről is ne felejtsük el, hogy nemrég jött ki az a hír, hogy ami egyébként egy kisebb fajta tudományos szenzáció, hogy ezek a hatalmas, nagy úszó szemétszigetek, amelyek lassan félkontinensnyi méretűek, kezdenek ilyen parti ökoszisztéma jellegeket ölteni. Tehát itt ennek nagyon sok oldala van, de ha mondjuk elmegyünk a hegyekbe, akkor azt mondhatjuk, hogy hát természetesen azért a faírtás is egy probléma lehet. Gondolom, hogy összességében az intenzív mezőgazdaság és ennek a különböző ágazatai nagyon kemény impakttal rendelkeznek, és hát persze most azt lehetne mondani, hogy önmagában a nyersanyagigényünk is, ameddig nem történnek olyan technológiai változások, amelyek esetleg ezeket visszafogják, és akkor persze ilyenkor jönnek az emberek is kérdezik meg, hogy és most komolyan tényleg rovarokat fogunk enni majd 2 év múlva, akkor azt kell mondanom, hogy akár, igen, az étrendet illető változások is ameddig nem fognak bejönni, addig bizony egyelőre a régi technológiával egyre inkább problémákat fogunk okozni, hiszen az embereknek az igénye, a létszáma nem csökken, hanem nőni fog. Lorán? Igen, hát én azzal egészíteném ki, hogy 3 vagy 4 tevékenységet lehetne megjelölni. Az energiaigény szerintem az egyik nagyon-nagyon elő van, nyersanyagigény. Ugye ez mind a kettő csak folyamatosan nő. Nyilván, amit Bálint is mondott, a mezőgazdaság óhatatlanul, de van egy negyedik, amire kevésbé gondolunk, a vízigény. Tehát ugye nagyon sok helyen a vizet nem onnan nyerik, ahol gondolnánk, hogy ott a folyókból, bár ez is ugye egy nagy probléma, ahol csak folyókból élik, hanem mondjuk felszín alatti vízkészletekből, amelyek nem biztos, hogy olyan sebességgel töltődnek vissza, milyen sebességgel mi aknázzuk ki. De gyakorlatilag azt jelenti, hogy elfogy a víz. És erre rengeteg-rengeteg példa van. Úgyhogy talán ez a 4 lenne a legfontosabb, de hogyha ezt össze akarjuk vonni, mégiscsak azért össze lehet egy dologra vonni, a népesség növekedés. Tehát az egyre nagyobb számú emberi népesség, amely egyre magasabb technológiai színvonalon akar élni, összességben ez a dolognak szerintem a gyökere. Innen származik minden. Felgyorsult-e amúgy földünk szennyezésének üteme? Vagy sikerült bizonyos mértékben kordába tartani ezt az ütemet? Az elmúlt években? Szerintem van egy gyorsulás nyilván, itt ez szorosan összefügg a... Igen? Ez szorosan összefügg nyilván az igényekkel, azzal, amit Lóránd is említett, hogy egyrészt nő a bolygónak a népessége, másrészt nőnek az igények. Gondoljuk meg, hogy mi magunk talán vagyunk jó példák erre, hát ezelőtt 20-30 évvel milyen életszínvonalunk volt, és most mi van, mit tudunk most megengedni magunknak, és ezelőtt 20-30 évvel mit tudtunk megengedni magunknak. Tehát nyilván csak a szemét hegyeknek a méretét, minőségét, összetételét nézem, akkor eléggé elborzasztó, tehát azért ezelőtt egy 70 évvel azért a nagyszüleink megnézték a gombot is, hogy biztos, hogy nem lehet azt még megtartani majd a jövőbeli kabáthoz. Biztos, hogy el kell dobni egy üvegedényt, egy műanyagedényt, inkább kimossuk. Ez az attitűd megváltozott, úgyhogy ilyen szinten vannak problémák, és lesznek szerintem még problémák. A kérdés számomra csak az, hogy közben azok a technológiák, amik egyébként jönnek be, és amelyek segítenének ezen a krízisen, mennyire lesznek elérhetőek, mennyire lesznek egyszerűek és széles körben használhatóak. Vannak olyan vélemények, amelyek szerint a klímaváltozásba, ha az ember nem tud beleszólni, azt el kell fogadni. Az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csak közrejátszó tényezőnek számít. Ezt ti hogyan látjátok? Hát igen, tudok én is erről, vannak ilyen vélemények, de gyakorlatilag azt azért el kell fogadni, hogy van egy, ugye ez a híres kormányközi klímaváltozási panel, amelynek a tudományos része, azt el szeretnénk fogadni, vagy sem lehet ezt támadni, de ott úgynevezett hardcore tudósok vannak, akiket nem igazán érdekel a politika, tehát ott tényleg az adatok játszanak szerepet, és ők 90%-os valószínűséggel mondják azt, hogy az emberi hatás, ezt nagyon jól lehet most már úgymond kvantifikálni, úgyhogy szerintem ez már nem vita tárgya.
Tehát lehet, hogy ezt 30 évvel ezelőtt még lehetett vitatni, de rengeteg adat van. Rengeteg mindenben módosultak a modelljeink is, és a modell, még egy annyit zárójelben, hogy sokan azt hiszik, hogy ez a modell ez valami olyasmi, hogy akkor ott bohóckodnak a számítógépen a tudósok, és az valamit kiköp, és annak semmi köze a valósághoz, nem ezeket a modelleket a valósághoz állandóan hozzáigazítják, úgynevezett kalibrálják, tehát nem egy ilyen számítógépes játék ez ott otthon 26 ezer tudósnak a szórakozása. Úgyhogy ez sajnos ez van, ezt el kell fogadni, és hadd tegyek egy kitérőt, én nagyon sok példát ismerünk, én pont a mesteris hallgatóimnak meséltem arról, hogy az élővilág, amikor hatalmas hatással, impakttal rendelkezett a bolygóra, hát ott van a karbon időszaki növényvilág, amikor a széntelepek képződtek, amelyeket most elégetnek Németországban, az igazából egy hatalmas klímaváltozást okozott. A növényvilág meg tudta csinálni, akkor egy ekkora 8 milliárdos népesség, ilyen technológiai színvonallal, meg egyszerűen iparral, miért ne lenne hatással a bolygóra? Tehát, hogy ez egy, szerintem ez tény, nem kérdés, ez tény most már. Mennyire? Én is egyébként egyetértek ezzel. Egyetértek ezzel, még annyit tennék hozzá, hogy igazából mi ott tévedünk, hogy ilyenkor azt szokás mondani, és ezt nyilván Lóri jobban tudja, hogy hát jó, de az elmúlt 100 millió évek során történt még változás. Történt. A kérdés az, hogy milyen gyorsan történik, és mennyire azonosítható ennek az okai között az, amit teszünk. És nem utolsó sorban az a kérdés az, hogy milyen impakttal lesz ránk. Tehát a mi mindennapi életünkre, a körülöttünk levő dolgokra, és nagyon súlyos impakttal lesz. Tehát itt ugye néhányan így kisebbítik, egy-két fokos hőemelkedésről beszélünk, nem ennyiről beszélünk, ez egy globális hőemelkedés, ez lokálisan ez sokkal nagyobb ingadozásokat jelent, és ne felejtjük el, hogy vannak élőlények, levéltetvek, amelyek egy-két fokos különbségnél hatalmas különbségeket tudnak produkálni, mondjuk a reprodukciós sikert illetően, vagy vannak olyan kórokozók, a maláriától elkezdve egy csomó minden más betegségnek a kórokozói, amelyek akár egy-két fokos különbség esetében képesek mondjuk fennebb éjszakabbra terjedni, és akkor rögtön már másképp fogunk gondolni arra, hogy ez most az az 1-2, az most kicsi vagy nagy. Nagyon gyorsan telik a műsoridő, és szeretnék a megoldásokról is azért néhány szót váltani veletek, de előtte mindenképpen megkérdezném, hogy mennyire számít globális problémának például a talajszennyezés, mennyire érezheti magát biztonságban ebből a szempontból egy olyan ország, amelyben nagyon szigorú környezetvédelmi szabályok vannak, működnek. Hát az én megítélésem szerint teljesen globális, tehát hogy igazából a szennyezés az globális. Tehát, hogy most jó, vannak ilyen kisebb-nagyobb parcellák, ahol nem tudom, öko-bio parcellák, de azért nagyon sok ilyen öko-bio parcellán is nyilván van valamennyi szennyezés, ma 30 évvel ezelőtt használtak, vagy nem tudom, 50 évvel ezelőtt DDT-t is akkor, vagy DDT-t, bocsánat, tehát hogy ez teljesen globális. Tehát erre nem is lehet más mondani, mint az, hogy globális. És ez nyilván mindenütt problémát okoz, mert hogy bekerül az élelemláncba ez a szennyeződés. Tehát igazából hozzánk kerül vissza. Milyen hatással van a Földünkre az altalajkincsek fokozott kitermelése? Hát itt hagynám azt, hogy Lóri esetleg mondjon erről valami. Hát a Földre magára szerintem, tehát nem a Földre van hatással, mert hogy a Föld ugye érzéketlen bolygó, nevezzem így, hanem arra van hatással, hogy nyilván termeljük ki, ennek vannak különböző vonatkozásai, lehetnek környezetvédelmi vonatkozásai, tehát a helyi ökoszisztémákra, vagy a globális ökoszisztémákra lehet hatással. Talán inkább az van, hogy szállítani kell, tehát hogy elmegy egy tankerhajó egyik kontinest a másikra, történik két baleset, és rögtön ott is van hatása, ahol mondjuk nem is termelnek ki altalajkincseket. Úgyhogy hát ez is, ennek is a hatása tulajdonképpen globális. Tehát, hogy kitermeljük, valahol feldolgozunk. Mi Európában amúgy elkövetjük azt a hibát, hogy ülünk és nem látunk kohót, és akkor azt hiszük, hogy ez milyen rendben van, de közben meg a kohászat mondjuk Kínába zajlik, és a kínai kohászat termékeit meg megveszük ki a kis boltban, nem tudom, golyóstól formájában. Tehát, hogy ez is teljesen globális. És mindenütt jelen van. És hát nyilván van, ahol meg konkrétan olyan problémákat okoz, tehát helyi problémát, hogy nem tudom, besüllyed a ház, tehát van ilyen is természetesen, meg hogy nem tudom, a vízkészletek elszennyeződnek,
És aztán ezek a kis globál, apró kis lokális problémák összeadnak, és akkor lesznek egyik másikból ilyen globális, vagy regionális probléma. Kevesebb, mint egy percünk van még a beszélgetésből, úgyhogy azt szeretném, hogy a végén mondjunk valami biztatót is. Egészen pontosan milyen megoldások állnak a rendelkezésünkre, hogy mentesüljünk némileg ezektől a problémáktól? Én úgy gondolom, hogy megvan hozzá az intelligenciánk, most már csak az akarat kéne, hogy ezt megoldjuk, nem biztos, hogy rögtön és olyan gyorsan. Van egy ilyen mondás, hogy végül is minden újabb ember nem csak éhes szájat, hanem dolgos kezet, újabb intelligenciát, újabb innovációt jelent. És végül is én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban sok olyan innováció volt, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg megoldjunk problémákat, csak kell egy akarat. Hát én is azt gondolom, hogy igazából ez az egyetlen esélyünk, hogyha társadalmi, tehát ezt a társadalmi összefogás lesz a társadalom minden szegmensében erre, és akkor bízunk abban, hogy azok, akiknek a kezében van ez a tudás, amivel ezt meg lehet oldani, ők meg fogják ezt oldani. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük.